Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Dendera szerelmi üzenete a gyertya mágiával. Ezúttal a kék színű gyertyát választottam. Ez utal a víz elemére, tehát érzelmekre. Azon kívül jelenti az égi hatalmat és az isteni segítséget, amit ez a kék színű gyertya mágia még jelent, az a kommunikáció, különösen ha párkapcsolatról, ha érzelmekről van szó. A videó végén átküldöm a gyertya mágiának az energiáját. Leírhatod a kommentárba, hogy hatott ez ki rád. De ez az energia már most is érezhető. Itt ezen az oldalon vannak a kártyák, ami a lelki társadat vagy a férfiakat érinti. Szemben ezzel vannak a hölgyeknek a kártyái, és ha te egy nő vagy, akkor ez rád utal a te helyzetedre. Itt látható, hogy ez a cica odafigyel valamire. Nagyon nézi az eseményeket. Ez ráutal az ő terveire, hiszen ő látni akar téged, odafigyel rád, és itt lesz egy találkozás, hiszen ez a terve. De itt még vannak korlátozások, vagy valaki korlátozza őt, vagy benne van egy bizonyos helyzetben, hogy jelenleg nem tud még lépni. Ez a korlátozás lehet a félelem is, tehát át kellene tennie magát a félelmein, a bizonytalanságokon. Ezt ő megteszi, hiszen itt látható, mint egy király elfoglalja a helyét az életben, figyeli az eseményeket, ugyanúgy, mint ez a cica, odafigyel a dolgokra, és itt a kezében megjelenik a kehely, ami jelenti a víz elemét, ugyanúgy, mint itt ez a gyertya szintén a víz elemére utal, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát érzelmekkel közeledik hozzád. Amit ő tervez, hogy látni akar téged, ez megvalósul, hiszen itt látható a szerencse, ez a csillag szerencsét hoz, és itt van ez a találkozás. Ha te egy hölgy vagy, akkor most megnézzük a te kártyáidat. Te is odafigyelsz az eseményekre. Itt megvilágosodik valami, kiderül az igazság, vagy láthatóvá lesz valami. Megvan nálad ez a varázslatos kisugárzás. Mielőtt lépéseket teszel, mielőtt elgondolkozol azon, hogyan tovább, milyen irányba, elbúcsúzol a könnyek mezejétől. Lezársz bizonyos kapcsolatokat, eseményeket, vagy a múltat, ami eddig elszomorított téged. Itt kinyílik az egész világ, ez szerencsét hoz, jelenti a nyitottságodat, és nyitott vagy arra, hogy elbúcsúzz a szomorúságtól, a könnyek mezejétől, hogy legyen egy új irány, új lehetőségek, új kapcsolatok. Itt megjelenik az egész világ, ez lehet külföldi kapcsolat, vagy utazás, esetleg interneten keresztül keresed a kapcsolatokat, vagy mások keresik veled a kapcsolatot, hiszen megvan nálad ez a varázslatos kisugárzás, kihat másokra is. Itt a kettes szám
ugyanúgy, mint itt, utal kettőtökre, rád és őre. Itt megvannak a lehetőségek, lesz egy találkozás. De te még bizonytalan vagy, hogyan tovább, mert itt az érmék jelennek meg, és az utal egy stabil párkapcsolatra. De te ezt még nem így érzed. Ehhez időre van szükséged, hogy megbízz benne. A részéről meg lesz itt a közeledés, látni akar téged. De nem szabad elfelejtenünk azt, hogy nála vannak még bizonyos korlátozások. Lehet, hogy pontosan ez az, ami téged itt elbizonytalanít. Amit ez a kártya még jelenthet, az anyagiak, vagy a munka, a hivatás, itt lehet egy jó ajánlat, vagy egy szerződés is, sőt, az is lehet, hogy találkoztok, és ő nyújtja ezt az ajánlatot, vagy szeretne veled együtt kiépíteni valamit, veled együtt dolgozni. És most átküldöm a gyertyamágiának az energiáját. Csukd be a szemedet, helyezd magad kényelembe, gondolkodj el azon, mit szeretnél elérni, miről szeretnél vele beszélni, hiszen itt kommunikációról lesz szó. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!